Béres Attila munkáját néztük itt meg az előbb miniszter úrral, hiszen nagyon szép a kert, elismeréssel szólt erről miniszter úr is. Hányan dolgoznak itt? Itt 15 fő dolgozik állandóan ebbe a kertbe. Ők minden munkálatokat elvégeznek tavasztól őszig, tehát a vetéstől a betakarításig. És azt is hallottuk, hogy nagyon szeretnék majd fejleszteni, hiszen itt egy részében még azért nem sikerült idén veteményt, mert most kezdték még. De mi minden van itt? Itt az előbb egy számot hallottam, hogyha jól emlékszem, azt mondta, hogy már 2000 karalábét leszettek. De uborkát is szednek rendesen, tehát tud esetleg valami mennyiséget mondani már, hogy mennyit termeltek már meg itt ebben a kertben? Hát így nagyjából el tudom mondani, szállítójegyen van minden, tehát arról pontosabban el tudnám mondani. Tehát a salátától az uborkáig, a retek, ugye azzal kezdtük, és most már az uborka megy, a fokhagymánkat már felszedtük, fel van fonva, úgyhogy hát van burgonya, sárgarépa, zöldség, tehát hagyma hatféle, tehát amit lehetett összeszedtünk. Hát jövőre szeretnénk egy kis üvegházat is építeni, tehát hogy mi magunknak megneveljük a palántákat. És hova értékesítik most ezeket a megtermelt javakat? Hát ezeket nem értékesítjük, hanem díjmentesen szociális otthon, tehát a közintézményeknek, gyermekintézményeknek szállítunk díjmentesen. És mi várható még, hiszen itt láttuk, hogy még azért öntöznek folyamatosan, itt mondta, hogy fejlesztések is voltak. Ott láttuk, hogy a vizet is egy ilyen medencében melegítik, ahogy ön fogalmazott, hogy ne a jéghideg vízzel locsoljanak, tehát ki van építve az öntözőrendszer, de mondta, hogy még ezt is szeretné fejleszteni. Igen, most a területnek fele lett öntözve, a másik fele az még nem lett öntözve, jövőre szeretnénk ezt is öntözés alá vonni. Úgy nézem, hogy a csepegtető öntözésnek nagyobb haszna van, és azt szeretnénk tovább fejleszteni. A növényzetet is szeretnénk bővíteni, majd meglátjuk, milyen idő lesz, meg mire lesz pénz. Akkor azt hiszem, hogy lesz mit csinálni, még hiszen rengeteg mindent föl kell még innen szedni. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez az idei évük, és nagyon sok mindent tudjanak még biztosítani a közétkeztetés számára. Nagyon szépen köszönöm a dolgozók nevében is, és a vezetőim nevében is. Kovács Szilvia alpolgármester asszonnyal beszélgettünk, hiszen újabb konyhakert csatlakozott a versenyhez. Így van, ez már örömmel mondhatom, hogy Karcagon a 45. konyhakert, amely csatlakozott a legszebb konyhakertek versenyhez. Nagy boldogsággal tölt el, hogy egy ekkora területű konyhakert is a verseny részese, és ahogyan megnézzük a sorokat, a kialakított veteményeket, egy tényleg mintaértékű és példaértékű kerttel van szerencsénk találkozni a bejárás során. És azért mondjuk el nézőinek, hogy a Téglás 2-es kertben a Városgondnokság üzemeltetésében a startmunkaprogramban megvalósított kertről beszélünk. Így van, ez a városnak a startmunkaprogram keretében megvalósuló kertje, és az itt dolgozók úgy gondolták, hogy szeretnék a munkájukat megmutatni, hiszen példaértékű minden karcagi lakos és minden magyarországi lakos számára, hogy hogyan érdemes és hogyan kell a kertet hasznosítani és megművelni. És akkor egy számot szeretnék kérni, hány település, hány kertjénél tartunk jelenleg? Most jelenleg ezzel a kerttel együtt 888-al. Az összes települést tekintve 888 kert az, amely versenyben van Magyarország legszebb konyhakertje címének elnyeréséért. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Karcagon a Téglás 2-es kertben van a Városgondnokság által működtetett startmunkaprogrammal beindított konyhakert. Hogyan tetszett? Mintaszerű ez a kert itt a Városgondnokság kezelésében. Molnár Pál igazgatóral jártuk körbe. Béres Attila 15-ös startmunkással műveli ezt a kertet, ahol a legkülönbözőbb vetemények, zöldségek, gyümölcsök vannak, és nagyon jó termésre lehet számítani. Itt van uborka, babfélék vannak, krumpli, és cékla, tök, tehát szinte minden, ami egyébként egy háztartásnál előfordul, egy konyhakertben előfordul. A startmunkának az a célja, hogy az emberek alkotó munkát végezzenek, értékteremtő munkát, és ez nyilván nagyon fontos a közteleti munkálatok, a határba vezető utaknak a rendbetétele, ott lényegesen többen dolgoznak, mint egy 120-an, de a kertészet azért fontos, mert ez bekerül az étkeztetésbe, a szociális otthoni konyhára termelnek az itt dolgozók. Emellett nagyon eredményes Karcagon a csemetekerti program, és ahol szintén mintaszerű munka zajlik.